Már csak nem 40 ezeren vették fel itthon a koronavírus elleni emlékeztető oltást, és eddig 57 ezeren foglaltak időpontot harmadik oltásra. Közben folyamatosan zajlik az első és második körös vakcinák beadása is. És oltják a 12 év feletti gyermekeket is. Kemenesi Gábor virológus a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a delta vírusvariáns igazi kihívás elé állít minket, és az egyetlen esélyünk, hogy ne kerüljünk kórházba, az, ha beadatjuk az oltást. Vegyes oltás is orra dolgozunk. Az emlékeztető oltásról részletes tájékoztatást ad az orvos, elmondja, milyen lehetőségek vannak. Az AstraZeneca, Janssen és Sputnik után például Pfizer, Moderna és Sinopharm javasolt, és ugyanez fordítva, mRNA-s után vektor vakcina ajánlott. Mindenkinek segítenek kiválasztani azt, ami a legnagyobb védelmet nyújtja. Nagyon örülök, hogy lehetőség lett erre a harmadik alkalomra is, és mindenkit arra buzdítok, hogy ha elsőt, ha másodikat, ha harmadikat, mindenki vegye, mert ez csak segít. Debrecenben folyamatos az oltás, reggeltől estig várják az embereket, a harmadik dózist rendkívül sokan kérik. 100%-os hajítettség, olyannyira népszerű, hogy nyitnunk kellett egy újabb oltóhelyet is, így immáron naponta 300 oltakozót várunk, és 300-an érkeznek természetesen. Azt kérem mindenkitől, hogy módja van, tartsa be az időpontját. Az emlékeztető oltáshoz külön hozzájáruló nyilatkozat kell, a koronavírus.gov.hu oldalon található meg, érdemes már kitöltve vinni a kórházba. A biztonság kedvéért ugye harmadikat felvettem most, mert ugye járok kezelésekre, ugye sajnos onkológiára. A Miskolci kórházban naponta csak nem 1000 injekciót adnak be. Ezek többsége itt is emlékeztető oltás. 4 hónappal a második vakcina után lehet kérni. Azoknak ajánlják a harmadik oltást, akik idősek, immunrendszerüknek nem megfelelően működik, onkológiai betegségben vagy immunológiai betegségben szenvednek, mely miatt immunszupresszív terápiát igényelnek, de természetesen más is felveheti a harmadik oltást. Már csak nem 40 ezeren kapták meg itthon a koronavírus elleni emlékeztető oltást, és eddig 57 ezeren foglaltak időpontot harmadik oltásra az eest.gov.hu oldalon. Közben folyamatosan zajlik az első és második körös vakcinák beadása is, és oltják a 12 év feletti gyermekeket is, közülük eddig csak nem 180 ezeren regisztráltak oltásra, és 152 ezeren már fel is vették a vakcinát. A delta vírusvariáns igazi kihívás elé állít minket, és az egyetlen esélyünk a vakcina. Erről beszélt Kemenesi Gábor virológus a Kossuth Rádióban. A Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai Kutatóközpontjának munkatársa hangsúlyozta, akik eddig még nem vették fel az oltást, azok most tegyék meg, hogy ne kerüljenek kórházba. Ez most a legfőbb cél. A vakcina pedig most a legfőbb fegyverünk a vírus ellen, hozzátette. A vakcinának is köszönhetően jobb eséllyel futunk neki a negyedik hullámnak, mint az összes többinek eddig. Az egyetlen esélyünk ez a bizonyos vakcina, amire nagyon is vártunk. Emlékezzünk csak vissza a járvány első évre, mennyire vártuk a vakcinát, hiszen az a legfőbb fegyverünk. És most, hogy itt van, most mindennél jobban be kell vetnünk. Ráadásul minél hamarabb, mert nagyon úgy tűnik, hogy az ősszel, vagy még talán azelőtt is megérkezhet hozzánk is ez a bizonyos delta hullám. 156 új fertőzöttet igazoltak a hétvégén, és 4-en haltak meg a koronavírus szövődményeiben. Egyre több a gyógyult, és folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma is, már kevesebb, mint 23 ezeren vannak. 75 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.